Hát, köszöntünk mindenkit itt a második epizódjában a podcastunknak. Most ennek a résznek a vendége Ozi lesz. Szerintem nagyon sokan ismeritek őt. És ugye az aktualitása ennek a műsornak az két dolog lesz, hogy most voltunk a Városházán. Mikor? Múlt hét? Múlt hét szombaton. Múlt hét szombaton, ahol téged választottak, vagy választott a szakvezetés a legjobb, legeredményesebb felnőtt rögbi játékosnak. És szeretnénk majd egy kicsit beszélni az idei bárról, ami már úgy szinte a nyakunkon van, mert jövő hét szombaton esedékes az is. Úgyhogy kezdjük az első kérdéssel, vagy először járjuk körül ezt a díjtémát. Jó. Hogy ez milyen érzés volt neked? Azért, ha már sok díjat kaptál, nem volt gondolom olyan. Hát ez a sok díjat kaptál, pont a nemzetközi utánpótlás tornám volt az, hogy ha nem játszok, akkor is díjat kapok. Beszólás. Igen. De egyébként milyen érzés volt? Hát nyilván ezt a díjat még, vagy ezt az elismerést még nem kaptam meg. Még nem. Úgyhogy jó a megfogalmazása egyébként a díjnak, hogy a legeredményesebb, mert nem feltétlen mondom azt, hogy a legjobb is voltam mondjuk a tavalyi évben, mert nem lehet így kiemelni szerintem. Maradjunk annyi, hogy a legeredményesebb. Ugye azért 97 óta én válogatott vagyok, korosztályos szinten az összes szintet végigjártam, meg a felnőtt válogatottba. Hát talán sokak szerint, akik ezt vezetik a statisztikákat, hogy én vagyok a legtöbb válogatottsággal rendelkező ember Magyarországon, de hát 2016 áprilisában volt az utolsó meccsem a válogatottban, azóta én az új rendszerben már a felnőtt válogatottban nem vettem részt, de mondjuk nem is bánom, azért öregszik az ember. Nem hiányzik már ez? Nem, megmondom őszintén. Sok a dolog, nyilván ugye ez egy amatőr sportról beszélünk, munka mellett, most már gyerekek mellett azért nem olyan, meg hát 20-21 éves gyerekekkel szaladgálni az már nem olyan vicces, 38 évesen, de ez van. Úgyhogy én biztos ki tudtam volna emelni több játékost, de mondjuk az kétségtelen, hogy pontszerzés meg eredményesség szempontjából tavalyi évet vittem, én úgy gondolom. Hát igen, lehet, hogy ez volt az apropója. Nekem is van egy-két, most ami eszembe jut, de inkább megkérdezlek téged, hogy szerintem mik voltak azok a meccsek, amikor te tényleg így nagyon kiemelkedőt tudtál nyújtani, vagy... Meg számomra melyik volt mondjuk a legemlékezetesebb? Uh-huh. Hát a tavaszi szezonban, ugye az az előző szezon vége volt, hát nyilván a bronz meccs. Én is ezt mondtam volna. A bronz meccs, az egész pályás elfutás, igaz, hogy nem bírtam végig futni, de az ugye emlékezetes volt, meg azt vissza is hallom mindenkitől, hogy az elég jó volt, meg én úgy gondolom, hogy azért ott fő lett szívva keményen, mindenki felszívta magát keményen. Hát az őszi szezonban meg igazából hát a szegedi meccs az egy iszonyú meccs volt, az legelső meccsünk ősszel. Mondjuk olyan szempontból nekem emlékezetes volt, hogy megkaptam életem második sárgáját, amit szintén nem én kaptam, hanem a csapat állítólag. Úgyhogy életemben két sárga lapot kaptam, mind a kettőt a csapat kapta. Csak kettőt. És rajtam csattant, igen. De ez mi volt, az miért állítottak is? Hát előre ütöttem állítólag a labdát. Ez szintén volt már, két ilyenem volt életemben. A másik, ami emlékezetes volt, az a Battai meccs, ami itthon volt. Hát ott mondjuk 20 pontot szereztem a meccsen egyrészt az miatt, másrészt meg ilyen látványos célt is sikerült szereznem, ilyen konkrétan tévés volt szerintem már, tévés célnek beillett volna. Ennyi. De az a meccs, az egy pontot. Egy pontot kikaptunk, ja. 30-31 lett. Múltkor meg egy ponton nyertünk. Így van. Ez ilyen.
Ja. Úgyhogy nekem ez a kettő volt így a legemlékezetesebb a tavalyi évben. Meg hát nyilván úgy összességében, hogy a pontvadászatnak tavaly igaz, hogy az ötödik helyén végeztem, most az őszi szezon végén a második helyén vagyok, úgyhogy engem ilyenek éltetnek sokszor, hogy behúzzuk ezeket. Hát azért neked sikerült már behúznod azért. Szerintem ami Magyarországon így a legnívósabb díjnak számít, amikor választanak minden évben évjátékosát, és az úgy abszolút a legjobbak között dől el mindig. Hát ezt nyilván ugye ahhoz több kritérium van, uh-huh. Válogatottnak kell lenned hozzá, meg úgy összességében. Mondjuk ezt a díjat megkaptam hál' Istennek 2013-ban. Volt már előtte próbálkozásom, akkor egy szavazattal elhappolták előlem. Ez régen is így volt, mint most, hogy a klubok szavaznak a jelöltekre? Igen. Uh-huh. Hát nyilván a minden klub leadhat egy szavazatot, meg gondolom ott az elnökségbe feltételezem, nem tudom pontosan, ott azért lehet, hogy duplán számít valakinek a szavazata, uh-huh. Nem tudom, de biztos, hogy a klubok. Volt 11-ben, azt hiszem 2011-ben mondom, egy szavazattal megvert egy battai fiú. Ki? Nem tudom már nevét, az argentin srác, aki már azóta nem játszik, és utána felháborodva, amikor megkapta díjat, felháborodott a rendszeren, és utána abba hagyta a rögbit. Nem emlékszem, mi volt? Igen. Ez a pillér volt? Nem, egy 3-4 játékos. Nem emlékszem már rá. És, de magyar származású, csak argentin fiú, és meg 2013-ban kaptam meg ezt az évjátékos a díjat. Uh-huh. Meg 12-13-ban Kecskeméten is sikerült megszerezni. Úgyhogy van belőle idézőjel a dögivel, meg még igaz, hogy nem évjátékos a díj, de mondjuk ami nekem nagyon emlékezetes és ilyen legjobb emlékek között él rögbi szinten Kecskeméten, amikor itt volt a világkupa replikája. Uh-huh. És Kecskeméten rendeztük, igen, Delaggio volt az arca a rendezvénynek, és a Magyarország-Bulgária VB-selejtezőt játszottuk, ott szereztem 15 pontot azon a meccsen, és legjobb játékos lettem. Még ez egy emlékezetes számomra. Úgyhogy, igen. Hát akkor azért elmondhatjuk így mindenféle nagy képűség nélkül, hogy azért elég szép karriert futottál be így a rögbibe meg. Hát már képűséggel is elmondhatjuk. Szóval, hogy elég eredményesnek mondhatod magad, meg ezt szerintem bárki elismeri, és senki nem vitatja a csapatba, és hogyha mondjuk meg kéne nevezned, hogy mi a titkod, vagy hogy ezt hogy érted el, hát, azért igen. Valami nagyobb igazságot várok, mint hogy rengeteg edzés és kitartó munka. Mondjuk, aki engem ismer, meg tudja, az a rengeteg edzés az picit túlzásként igen. Pont ezért tartom érdekesnek ezt a kérdést. Egyébként maradjunk annyiban, hogy ezt mindenki tudja rólam, én nem szeretek konditerembe járni, nem tudom megmondani, hogy miért. Én egyéb módon trenírozom magam télen, hát nyilván ez ilyen önfenntartásként, mondjuk ez abból látszhat szerintem, hogy igazából nem emelkedik ki az miatt senki, mert télen az alapozó edzéseket végigcsinálja. Pontosabban én nem törpülök el az miatt, mert nem csinálom végig az alapozó edzéseket. Nyilván én futok, saját magam próbálom fönntartani, amennyi időm van, meg nyilván az idő tényező se, de alapvetően konditeremben nem szeretek járni, nekem nagyon száraz. Mindenki emlékszik arra szerintem, hogy a Zsika, amikor idejött edzőnek, akkor volt olyan idényünk, amikor egy darab konditermes edzést nem csináltunk, hanem folyamatosan kint voltunk hóba, fagyba, volt, hogy a pályán gumit húztunk, 20-30 centis hóba. Nem emlékszem arra. És
én életemben szerintem akkor éreztem magam legfittebbnek. Nyilván hozzájárult valószínűleg a friss levegő, nem kellett monoton dolgokat csinálni. De ez világ életemben. Ez amikor iskolás voltam, akkor sem szerettem járni atlétika versenyekre, mert monoton. Monoton. Mezei futóversenyre szerettem járni például, mert ez nem volt annyira monoton. És ugye mi a titka ennek, ezen kívül, hogy most edzeni? Szerintem az esetek 70%-ában minden fejbe dől el. De én ezt mindig mondom is. És igazából egy kis fanatizmus kell hozzá, meg a siker titka az, hogyha, mit tudom én, félsz, vagy izgulsz, nem félsz, mert félni nem félsz, akár meccs előtt, vagy akárhol, belefújnak a sípba, elkezdődik a meccs, és akkor teljesen átszellemül az ember, valami a fejbe átfordul, és semmi más nem érdekli, csak az, hogy a lehető legjobbat hozd ki. Függetlenül attól, hogy most 38 évesen egy 20 éves gyerek jön veled szembe, és mondjuk le kéne futni, és nem feltétlen bírod, itt nyilván a technika, az sokat számít, hogy mit csinálsz, hogy csinálod, mennyire tudsz gondolkodni a pályán. Én úgy érzem, hogy nekem ezek az erősségeim, és nem feltétlen az, hogy erőnlétbe ki hogy áll. Mondjuk szerintem nem vagyok annyira szar erőnlétbe se, más jellegű. Nyilván én annól, amikor elkezdtem ezt a rögbit Kovács Attila edző úrral, ő olyan szinten technikai alapokat tanított meg, és nem kellett extra dolgokra gondolni. Nyilván kellett hozzá valamilyen szintű nem tehetség, hanem labdaérzék inkább, úgy mondom, de olyan szintű alapokat tanított meg, hogy azt kamatoztatni lehet, és azt már csak fejleszteni kellett utána egy picit. De a magját azt elültette. És ez a titka annak, hogyha valaki jó akar lenni. De még egyszer mondom, a fanatizmus az elengedhetetlen. Főleg akkor, amikor belefújnak a sípba. És például honnan szeded mindig azt, hogy rajtad azért nem szoktam olyat látni, hogy most van egy meccs, és semmi kedvet hozzá, pedig azzal nekem vannak problémáim elég komolyan. De hogy te azért te sokkal jobb vagy ez neked mindig megy, hogy legyen kedved játszani. Meccs előtt, ez ugyanaz, mint hogyha elindulsz munkába reggel, már a tököd tele van azzal, hogy minden reggel 5-kor kell kelned mondjuk, de mégis mész, mert utána elindul a nap, és stb. Nyilván nekem is volt egy csomó olyan, főleg az olyan esetekben, amikor összegyűjtünk létszámon alul, és de menni kellett, erre mondom a fanatizmust, hogy nem kényszer, hanem meg nem muszáj, hanem a szíved diktálja, hogy ott legyél. A másik meg kurván nincs kedved hozzá, hogy elinduljál, de mikor ott vagy, és belefújnak a sípba, akkor már teljesen megváltozik minden. Ennyi. Hát most ez nem lehet jobban túlmagyarázni. Lehet, sokat dolgoztál Stő Lacival, és rád ragadtam. Nem, egyébként. Fanatizmusa. Nem feltétlenül. Ő teljesen más ember. Szerintem az ő fanatizmusát nem lehet túlszárnyalni. Az biztos. Egyébként, hogy akkor folytassuk tovább, és ne legyen megint ilyen nagyon száraz és nagyon rögbis, és maradjon időbőven a bára, és még egy utolsó rögbis kérdést teszek fel, hogy sok gyerek mondja nekem mindig azt, hogy hú, hát én vékony vagyok, meg én nem vagyok nagy darab, meg mit tudom én, és akkor én nem biztos nem lennék ügyes rögbi, meg ez nem nekem való, de hogy igazából te vagy rá az élő példa, mert te se voltál sose 100 kiló fölött. Hát nem. Én nagyon vékonyan kezdtem, aztán nagyon vékonyan folytattam. Hát gyakorlatilag szerintem mióta 96-7 óta, mióta rögbizek, versenysúlyom világéletben 80 és 87 kiló között mozgott. Most egy picit felszedtem 2 éve kb.
de mondjuk ennek is van előnye, meg hátránya. De ami a titka, még egyszer azt mondom, a technika, meg a gondolkodásmód, meg az, hogy látsz a pályán. Nyilván nekem sokat segített az, hogy amilyen poszton játszok, ugye fullbackként én átlátom az egész pályát, hogy ki mit csinál. Azért abból rengeteget lehet tanulni. A másik, megmondom, ha az alapok jól le vannak fektetve, gondolok itt mélyszerelésre, nyilván a labda kezelésre, ez a két dolog a legalapabb. De ezt nem hiszik el egyébként sokan a fiatalok közül, hogy bárkit meg lehet fogni, hogyha jól csinálod, és nem persze, az számít, hát, hogy most te is Adamik akkora tanár legyen, úr mint... nagy mondata, hogy mindenkinek földig ér a lába, és ez így van. Hát jött velem is szembe, nem kell szerintem sok embernek bemutatni például bajnokot, aki egy elég szép nagy ember, de meg kell találni a... Gyakorlatilag a bokacsipesznél nincs jobb. Hát én nem találtam meg rá az ellenszert. Hát igen, az a baj, hogy mindig, mondom, ez technikai dolog. Ha megtanulsz mélyen szerelni úgy, hogy jönnek veled szembe nagy sebességgel, és tényleg megtanulod azt, hogy nem félsz, nem lépsz ki. Mondjuk hozzáteszem, hogy én ilyen extrém vagyok, mert én fanatista is vagyok ilyen szempontból, hogy én nagyon nem bírom a fájdalmat egyéb esetekben, meccsen viszont szét szeretem törni magam. És az nem számít, hogyha fejjel bele kell szállnom akárhova, vagy betörik a fejem. Utána meghaltam 2 napig, az biztos, de ennyi. Nem szabad félni attól, hogy most vékony vagy. Egyébként meg a mai modern rugby az ugye erre felé megy, hogy most már húzódnak össze a két véglet, most már érik össze. Meg hát viszont ezt edzéssel, aki főleg a gyerekeknél, ezt edzéssel ezt lehet korrigálni. Persze. Na, menjünk át a város témákra. Ugye szerintem kezdjük ilyen alapdolgokkal, aki esetleg nem tudja, bár szerintem mindenki tudja, aki benne van a körforgásban, hogy mikor lesz a bál, meg hogy hol lesz. Hát akkor kezdjük az elején. Ez most már a 7. bál lesz, amit szerintem 7. én mi szervezünk. Na, 13... az első báltok, ezzel mindig te szervezted a bált? Nem, 2006-ban volt egy bál, én azon nem vettem részt sajnos. Az még a Bajor étteremben volt, meg lehet, hogy előtte is volt, csak arra nekem most jelenleg még nincs info, vagy nem van tudok róla. Van még Bajor étterem egyáltalán? Persze. És akkor utána elvágták a fonalat, 2013-ba, 12-13-ba jött az ötlet, hogy akkor elevenítsük föl, mert milyen jó lenne. Az öregek, fiatalok és mindenki a Holdudvarból, hogy egy olyan eseményen tudjon találkozni, hogy legalább egy évben egyszer, hogy meg tudják egymást ünnepelni, vagy jól érezzék magukat. És a 7. bára azt gondoltuk, hogy egy pici extrákkal is készülünk. Ugye, az első bál az volt, amikor bemutattuk. Tehátok, hogy mutatta a csapat az új meszt. Így van. Ez már 7 éve, ezt a meszt. Igen, éppen 7 éves a meszt. Ez az egyik egyébként, legjobb bálos élményem az egyik, hogy ott azt leleplezhettük. Ja, az, egyébként erre nem is nagyon számítottak az emberek, hogy úgy titokban volt tartva. Igen. Ez meglepő volt mindenkinek. Igen. A mostani jelenlegi Canterbury felnőtt mez garnitúrát akkor mutattuk be. Hát most már lassan valószínűleg meg kellene, hogy érjen, hogy egy új garnitúrát mutassunk be. Az idei bálon ez nem fog megtörténni. Pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy már be van rendelve, csak megint meglepetést akartam. Az idei bálon ez nem fog megtörténni, hogy megnyugtassak mindenkit, de nyilván rajta van mindenki az ügyön. Szóval a bál az 2020. február 15-én jövő szombaton lesz a NAV étteremben. Ugye végigjártunk már több helyet. A
művelődési ház aulájától kezdve a konzervgyár étteremig, a GANF konyhán, vagy GANF étteremben is voltunk. Igazából a helyszín az most ugyanaz, mint az elmúlt 3 évben, vagy 2 évben. Ez lesz a harmadik. Ez lesz itt a harmadik. Megmondom őszintén, ugye előtte a konzervgyárban voltunk, és azelőtt a műfházba, az miatt kerestünk nagy helyeket mindig, mert a műfházba volt, hogy 190-200-an voltunk, és nem fértünk el. És azért nagy helyet kellett keresni, a konzervgyárban voltunk, ott változott a felállás, és onnan el kellett jönnünk egyik évbe, és ez miatt találtuk meg magunknak a NAV éttermét, ami most jelenleg talán már nagynak tűnik, de most már így beálltunk ilyen 130 és 160-as létszám közé. Éppen most érlelődött meg bennem a gondolat, hogy visszamennénk a városközpontba, műfáz, próbálnám ezt leszervezni időben, hogy esetlegesen legyen helyünk. Ugye ott sem miattunk nincsen hely, hanem ott ilyen összevonások miatt túl sok lett a program. Aha. Meg az egyébként nagyon hangulatos. Most hogy ugye igen. Voltunk a diátadón, fel volt díszítve már a sportbárra. Igen, klasszul igen, nézett ki nagyon. Igen, és mondjuk a sportbáron nem is voltak kevesen. Éppen azt számoltuk, hogy 18-19 asztal volt, 180-190 ember. Nyilván ez egy 150-es létszámnál sokkal kényelmesebb és hangulatosabb tud lenni. Mert nyilván nálunk azért a zene és a tánc az elég fontos tényezője a báloknak. Igazából a bálról helyszínről ennyi. A menetrend az majdnem, hogy azt kell, hogy mondjam most már, hogy szokásos, és ezen nem is nagyon szeretnék változtatni, legalábbis amíg én csinálom. Vagy az én irányításom, ma inkább úgy mondom, mert többen csináljuk nyilván, hogy a 6:30-kor kaput nyitunk, majd 8 órakor vacsora lesz, utána a díjakat átadjuk. Nyilván ugye az eddigi felállás szerint az év felnőtt játékosát, utánpótlás játékosát, felfedezettjét, szekerce csillagát. Igen, valami a legnévósabb díjak átadásra kerül. Igen, igen, meg milyen díj szokott még lenni? Ja, még a Vén Szamár díj szokott lenni, de az teljesen független tőlünk. De van ez az meg ez az életmű díj. Ja igen, és az hogy elég, a 40 az az plusz elég klassz, életmű díj. Szerintem. És szerintem elég sok életmű díj esélyesünk van idén is. És az elkövetkezendő években így a is. Helyszínhez tartozik a kaja, és nagyon sokan kérdeztek arra, hogy most mi lesz itt a kaja, meg hogy lesz ez, meg mondták, hogy várjene. Nagyon elhamarkodott kijelentést is kaptam a gyerekektől, hogy ők akármennyi kaja lesz, ők mindent meg fognak enni, de... Nagyon jó. Hát nyilván, hogyha a kaja az korlátlan, mert nyilván nem fog olyan történni, hogy elfogy valami a svéd asztalról, meg szerintem azért elég nehéz is ezt produkálni a fiúktól. Igen, én is ezt mondtam, hogy gyakorlatilag, volt olyan. Gyakorlatilag a kaja az, majdnem azt mondom ezt is, hogy a szokásos, mert szerintem jól bevált, legalábbis az esetek 80%-ában pozitív a visszajelzés, 20% nyilván van ellenvélemény volt. Is. Mi volt az ellenvélemény? Valakinek nem ízlik, van akinek, főleg az, hogy szerintük nem volt jó a kaja. De nem indokolták meg, hogy... Igazából nem tudok konkrétat mondani. Ugyanúgy leves, egy tárkonyos ragú leves lesz, nyilván azt kiszolgálják asztalra, majd egy svéd asztalos történet, marha pörköltel, sültekkel, töltött káposztával, salátákkal, igazából egy normál báli vacsoráról beszélünk. Nem volt még rá példa, hogy elfogyott volna. Üzenem a fiúknak. Úgyhogy ennyi. Ennyit a kajáról. Ja, szerintem kaja témát is jól körbejártuk.
Lesz-e most valami extra az előző évekhez képest? Ugye egyszer-kétszer azért voltak ilyen extra dolgok, például volt az a egyszerűen táncos produkció, az nekem eléggé tetszett, kár, hogy a táncos lányok nem maradtak ott végig. Ja igen, az volt több, kétszer is volt ilyenünk, meg brékesekkel kiegészülve. Ja. Hát, hogy miért nem maradtak, azt nem tudom. Szerintem mentek még tovább valami más fellépésre. Ugye tavaly a 40 éves évfordulós bálon elméletileg az volt. Annyi extrát vittünk bele, hogy a fiúk, az öreg fiúk megtanultak egy néptáncos hakát néptáncolni. Az szerintem elég nagy sikert aratott, és egyébként nagyon sokat készültek rá. Te abban nem voltál? Nem, hát azért az idő, ja, nem, az idő nem engedi, mert így mindent egyszerre azért ja, nem meg lehet. Akkor azért nagyon nyomtuk a szeptemberi tornát már. Akkor már szerveztük, igen, meg azért sok este elmenni próbálni, meg én maradok a vezénylésnél inkább, azt mondom. Idén pedig Túripali ötletelései nyomán kicsíptem egyet, az pedig egy bűvész és illúzionista show ötlete volt, és meg is kerestem egy bűvészt, Louis bűvész és illúzionistát, aki egy világrekorder bűvész, nem tudom, hogy mibe, nézzetek utána, ennyire nem néztem még, mert nem nagyon volt időm rá, de elég jó híre van és referenciái vannak. Kecskeméti? Nem, egy budapesti bűvész, teljesen véletlenül rátaláltam az interneten, és kértem tőle árajánlatot, és... És akkor elhívtál. Pontot tettünk a végére. Persze jöttek az ötletek, hogy legyen stand-up comedy, de még... valakinek tetszik, valakinek a bűvész nem tetszik. Most ez lesz az extra produkció, el fogja varázsolni a közönséget, meg a kabátokat, meg hoz magával egy... Akkor én nem viszek kabátot. Hoz magával egy kísérőhölgyet is. És őt is elvarázsolja? Lehet, hogy ketté vágja, vagy nem tudom, mit szoktak csinálni. Party Magic Show című Party Magic lesz. Show. Így van. Úgyhogy én nagy bizalommal vagyok feléjük, kíváncsi leszek, hogy mi sül ki belőle. Lehet inkább egy cigányasszonyt kellett volna hívni, aki leveszi az örök második átkot a csapatról, ilyen ünnepélyesen. Hát szerintem az nem átok nekem, az, ez egy más téma. Én azt nem átokként fogom fel. Ott egy picit már ott az pszichológia és pszichika. Aha. Nem tudhatod, még az utolsó ló is fut. Úgyhogy látjuk. Nincs, de egyébként meg majdnem, hogy azt mondom, most csak egy ilyen picit kitérve erre a témára, hogy azért megnézed most általad is, azért van egy olyan feljövő közösség, aki nem sokára beérik. Hát igen. És van egy olyan réteg, aki saját maguk bánatára szerintem már, hogy mondjam, már régen nem akarnák ezt csinálni, legalábbis ezt az NB1-es történetet. Aha. Szívük szerint mennének a szekercébe, és jól éreznék magukat, bár most a szekercé is bajnok esélyes egyébként. Az első helyen végzett ugye azt a tabellán, most az őszi szezonban. Én hogy mondjam, nem tartok attól, hogy most itt akkora nagy katasztrófa történne, hogy akár milyen helyen végeznék most idén. Minden csapatnak vannak hullámvölgyei. Jö. Én az örök második helyet nem tartom hullámvölgynek. Mindegy, az meg lehet sokféleképpen magyarázni. A végére elfogyunk fejbe. Uh-huh. Ennyi. Ja. Ennyi. De majd. Szerintem pár éven belül odaérünk. Reméljük. De visszatérve a bárra, akkor még egy gondolat ehhez, hogy most ugye elkezdett velünk dolgozni, csak hogy valami aktuális is legyen, elkezdett az utánpótlással dolgozni Phil.
Igen. Nagyon bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Még egy kicsit a gyerekeknek meg kell szokni a fiúnak a... Stílusát? Hát a mentalitását. Mentalitását? Ő nagyon úgy gondolkozik, mint ahogy hogy lemegy egy profi angol klubhoz, és ott mindenki jó, meg rögbízni akar, meg bele akarja tenni. Mm-hmm. Igen? Ez nem kérdés, ez csak igen, csak hogy egyébként, de nagyon klassz lesz szerintem. Én ezt emlékeimben, és nekem, én azt hiszem, hogy gyerek voltam még, vagy ilyen nagyon utánpótlás, amikor Phil edző volt a nagy csapatnál, és ugyanezzel az elánnal jött ide, mert éppen volt egy átmeneti időszak, és ő volt az edző, és nagyon-nagyon nagyot lendített a csapatnak hát az akkori... Azt mondta, hogy akkor volt egyedül bajnok a Kecskemét, amikor ő volt az edző. Én szerintem nem ő volt, nem, 98-ban nem ő volt szerintem az edző. Most ezt nem akarok hülyeséget mondani, ezt azért pontosítani kellene. De szerintem akkor Kovács Attila és Adamik páros volt. Igen. Ez az én véleményem. Ő mondta egyébként. Az én véleményem, aztán lehet, hogy ő volt, csak pont a végére nem volt már ott. Lehet, nem tudom. Nem akarok hülyeséget mondani. Viszont ezt majd elolvashatjuk talán már az év második felére. Elkészül a legendás. Elkészül a legendás Karc 40+1. Vagy 2 éve című könyvünk, amit ugye Facebookon már elkezdtünk tolni egy ideig, aztán megrekedt, utánpótlás, tornaszervezés, egyéb más dolgok miatt, de nyilván ez nincs elfelejtve, nagyjából fél időnél járunk, most kezdünk majd az újkori kecskeméti rögbibe átfordulni. Hát a mai 30 kötőjel 40 év közötti gárdának a kezdő időszakát. Akik gondolok itt Réfi Attila, stb. Magyarul a 2000-es évek. 2000-től fölfelé. Úgyhogy ezt majd folytatni fogjuk, meg szeretnénk könyvformájába is önteni. Na, abban benne lesz minden konkrét információ, hogy ki volt-e? De hogyha ez így van, hogy a Phil volt a bajnok csapat edzője akkor ez jó kilátás most nekünk. Utánpótlás szinten is meg a jövőben nézve, mert akkor reméljük, hogy viszi tovább a fiúkat föntebb is. Ja, de akkor te visszatérve a bárra. Ugye sokféle bál van, mit tudom én nagykörösből indulok ki, ott jobban ismerem, van tűzoltó bál, minden iskola tart bált, meg még van alapítványi bál is, azt hiszem, meg önkormányzatos bál, és azért gondolom Kecskeméten meg még 10-szer ennyi bál van. Há, hogy nem. Hát ugye Kecskeméten 3 részbe bomlanak a bálok, nyilván van a felső 1000 báljai, a jogász bál, kamarának a gazdasági bálja, stb. Nyilván vannak az iskolai óvodai alapítványi bálok, meg a mi sportbál jellegű báljaink, ugye nyilván ez van a KTN, a focistáknak, mindenkinek. Én az alapítványi bálokat azt nyilván, mivel van 2 gyerekem, járunk is, bár most pont nem megyünk, mert egy napon van a rögbis bállal. Mondjuk van, aki inkább alapítványból megy, mint a rögbis bálba. Igen. Sajnos. Igen, de hát nyilván megvan ennek is az oka. Szerintem, ja, gondolom az akart lenni a kérdés. Igen, hogy a miénk az miért más, miben különbözik, vagy miért más, mivel több esetleg vagy. Az alapítványi bálaktól, ugye nyilván ott az egy nagyobb, olyan közösség, akik nem feltétlenül ismerik egymást. Talán igen, kicsit ilyen konszolidáltabb a légkör ott. Nem feltétlenül, én voltam már azért, igen. Nyilván így csapat, ilyen klikkesedések vannak, és csapatokon belül azért nagyon jó hangulat szokott lenni, csak nyilván az egyes asztal nem fog összeborulva táncolni a négyes asztalnál ülőkkel, mert teljesen más társaság, meg idegenek is. A
felső kategóriás bajnokról nem tudok nyilatkozni, meg nem is szeretnék, nyilván az megint más történet. A mi bálunk meg szerintem abban különleges, hogy a Karc azért mégiscsak egy család. Én anno azért kezdtem el rögbizni, mert nem azért, mert hogy hú, de jó sport ez a rögbi, meg én kipróbáltam 800 féle sportot, hát én a társaság miatt maradtam itt, mert gyakorlatilag egy második családként funkcionál. Beszéltünk erről a Krisztiánnal is az előző adásban, hogy ez kicsit most háttérbe szorult, vagy... Nem feltétlen, szerintem, csak most nagyok a generációs különbségek. Ugye van egy-két kapocs, aki összetartja ezeket a generációkat, azért most már sok generációnk van most jelenleg élő, azért 4-5 szerintem, és szerintem most nagy a különbség. De, mint mondtam, hogy az utánpótlás is jön föl, egyébként már tavaly évben már érződött, meg nyilván a befogadó képesség is, én szerintem látszik, gondolok Marsó Imire, stb. Gábornira, hogy azért befogadó képesség megvan, meg mai napig is, ami miatt mondjuk én is itt maradtam, most csak magam tudok kiindulni, és szerintem ez ki fog alakulni, csak egy időben elsiklott, vagy elült egy picit, de egyébként meg pont ez a célja a báloknak is, hogy ezt így, ezeket a generációs hidakat ezt így egy helyre építsük, úgymond. Mert nekem a legérdekesebb egyébként, mert én most, hogy mondjam, úgy tartom magamról, hogy én pont így kapocs tudok lenni mindenhova, mert én ugyanolyan jóban vagyok az aggastyánokkal is, meg ugyanúgy a gyerekekkel is, meg hogy mondjam, én ilyen 6 tűz között érzem magam, ami jó, és én ezt azért látom így, hogy szerintem azért nincs itt akkora nagy probléma. Na, szóval, hogy nálunk nincs ez egy klikkesedés, én úgy gondolom. Azért hogyha egy rögbis gyerek lehozza a családját, azzal ugyanolyan jó el tud táncolni egy, mit tudom én, egy öregfiúknak a apukával, az öregfiúknak a felesége, úgyhogy nem feltétlenül ismerik egymást. Mert egy kapocs van, rögbisek vagyunk. Meg egy tök idegen, akit hoz magával vendégként valaki, az is teljes mértékben be tud illeszkedni, és ezt kapom a visszajelzéseket is egyébként. Szóval ennyit ez az egy titka van ennek a rögbibának, hogy szerintem jó. És mondom, külsősökként, vagy külsősöktől hallom vissza, hogy hú, hallottam, milyen jó szokott lenni, hogy lehet ide eljutni, hogy lehet ide... Mondom, nagyon egyszerűen felhívtok, és akkor vesztek akkor jegyet. Le is csaphatjuk az utolsó kérdést így gyorsan, hogy lehet ide eljutni. Mert természetesen a szokásos kontaktokon keresztül. Ez ilyen exkluzív valaki keresztül. Nyilván a Krisztiánnál és nálam elérhetők a jegyek, meg Petinél is. Ja, de be is tehetek telefonszámot a leírásba, hogyha valaki szeretne jó, eljönni. Utána, sőt, még a plakátot is betolhatod, hogyha úgy van, azon rajta van minden információ, szóval ez jövő hét szombat, 15-e. Ez egy nagyon jó szám. Tudom, miért? Miért? A 15-ös milyen jó szám? Ja, mert az a fullback. Leesett. Okay. De van, ugye egyébként most van ugye szökőév. Szökőév van. Volt tényleg tervben, hogy 29-én lesz, nem? Vagy ez csak... Volt tervben, de nyilván a hely határozza. De az meg, is hétvége pont. Az vasárnap, azt hiszem, 29. Az senki. De lehetett volna 28-áról 29-ről viradóra, de ugye nem volt hely. Gyakorlatilag két időpontunk volt, a másik az nagyon távoli lett volna, mert nyilván én, mint szervező, figyelem azt is, hogy mondjuk most nagyon összejött erre a hétvégére minden, mert nagyon sok bál lesz Kecskeméten, már ilyen iskolai bálak, amik elszívták a nézőközönséget, vagy a közönséget. Meg, hát azért egy hónapban két bálban nem szívesen mondjuk, vannak az emberek szerintem.
Ugye Nagykőrösön van egy rögbi bál szintén, amit ők szerveznek, és azt se szerettem volna, hogy nagyon közel legyen a kettő egymáshoz. Nyilván nem attól félve, hogy oda nem mennek, mert nyilván az megint egy más jellegű történet, ott is ez a családi hangulat azért megtölti a termet, de azt sem akartam, hogy hozzánk azért ne jöjjenek, mert két hét múlva mondjuk Nagykőrösre akarnak menni. Nyilván mi ezt tiszteletbe tartjuk, és ők március közepe, második felébe szervezik, mi február. De egyébként tavaly is február közepe volt. Igen. Mindig ez a február közepe, ez bevált. Mérvadó. Most szombaton lesz ugyan, de a pénteket azért preferálták sokan, hogy ki tudják pihenni magukat a hétfői munkáik, de nem baj, ez jó, ez a szombat. Egyébként egy kicsit most aggódok a gyerekek miatt, mert most pont abban a korba léptek, hogy nagyon nagy divatja lett annak, hogy ők, most tudom, hogy a saját szavaikkal fogalmazzak, kioffolódjanak a hétvégén. Aztán remélem, hogy nem kerül sor semmi ilyesmire. Hát majd odafigyel rá a valaki. Apuka, anyuka, edzőbe. Ja. Igen. Hát ez ilyen. Nem tudsz vele mit csinálni, előbb-utóbb bejön ez az időszak. Egyébként ez már megmutatkozott múltkor a családi napon, a koktélpartin. Igen. Ott azért, hát nem nagyon volt időm más csinálni, mint koktélt keverni. És de hát ez az időszak eljön, ez nálad is eljött, mindenkinél eljött. Persze. Majd változik. És kinövik csak ezt kell koordinálni saját magába is, hogy a balansz meg az egyensúly meglegyen. Ja, hát igen, egyszer-kétszer el kellett jutni arra a szintre, hogy tudjad, hogy oda már nem akarsz többet eljutni. De igen. Igen. Úgyhogy részemről báró ennyit tudok elmondani. Még? Ha valakinek van valami kérdése. Most jelenleg egyébként 130-as létszámmal vagyunk, de van mai, pár jelentkező nálam is azon. Mai napon is azért még bővült a létszám. Tényleg még ezt kérdezték pára, hogy meddig, mi az utolsó deadline, az abszolút deadline, amikor még lehet jegyet venni. Nekem kedden le kell adnom a létszámot. Jövő hét kedd. Így van. Jövő hét kedden le kell adnom a létszámot. Jövő hét kedd, oké. Okay. Nyilván tudjuk azt, hogy sokan 10-én kapnak fizetést. Nyilván, hogyha egyet nem szeretnék, vagy szeretünk, hogy leadok egy létszámot, és az utolsó pillanatban azt mondja, mert nem mondja, hogy biztos, hogy jövök, aztán utolsó nap azt mondja, hogy mégse, de nem vette még meg a jegyét, de mi megbíztunk benne, hogy annyira biztosra mondta, és ugye nyilván ez nekünk kellemetlen. Nyilván, ha mondjuk 130 főről beszélünk, nem 130 fő fejadag kaja lesz csinálva, mert ezt nem lehet így csinálni, de ha meg túlságosan sok, az se jó. Uh-huh. Már nekünk anyagilag, mert gyakorlatilag önfenntartó, hál' Istennek a bál, nem kell külön anyagi forrást szerezni rá. Természetesen a tombola felajánlásokat azt várjuk. Most már eléggé szép számban gyűlik, és változatos ajándékok, nem feltétlen utalványokról beszélünk, hanem tárgynyereményekről. Ugye ez is cél, hogy mindig ezt próbáljuk egy picit fejleszteni. De... És ha van mondjuk így a bevétel, az mire szokott elmenni? Mondjuk én ezt nagyjából tudom, de esetleg aki néz minket is, nem tudja. Na, elmondhatjuk, ezt hogy... Ezt tudod legjobban elmondani. Hogy azért legtöbbször ebből ilyen kis csapatépítő szokott lenni a gyerekeknek, vagy valamilyen felszerelést veszünk, vagy ruhát veszünk, vagy utazásra megy. Így van. Szóval gyakorlatilag nem nagy pénzekről beszélünk. Itt ilyen 100 000 forintos nagyságú nyereségről. Nyereség? Hát nyilván azt el kell mondani, hogy ez nem egy kereskedelmi célú rendezvény. Nem azért határozzuk meg ezeket a jegyárakat, hogy nyerészkedjünk rajta. Nyilván nem is nyerünk annyit rajta, mint amennyit kellene.
egy támogatói jegyen is például, mert az az ajándékot mi mellé rakjuk, és az majd, hogy nem kimeríti a dolgot, mert, de szerintem még mindig Báli egy árakba, Kecskeméten, ami bárunk a legolcsóbb. Azt kell, hogy mondjam. Mert ennyi pénzé bába, úgyhogy eszel, nyilván az italt, azt mindenki magának. Na egy pesgő, egy welcome drink, az egy benne szokott. Egy welcome drink, az benne van természetesen. Aki 30, január 31-ig megvette, az egy 500 forintos italkupont is kapott Early Bird akcióba. Meg hát természetesen a műsor, a zene, a tánc lehetőség, meg hát, hogy találkozz olyannal, akivel nem találkozol egész évben, csak éppen ekkor. Ugye ez tartalmazza a jegyár. Akkor igazából elég jól összefoglaltuk szerintem a bált is, a díjat is, úgyhogy ja, sokaktól azt a, nem tudom, kritikát vagy visszajelzést kaptam, hogy talán egy kicsit rövidebb videók jobbak lennének, azt szívesebben megnézzetek, úgyhogy most erre szorítkoztunk, hogy egy picit rövidebb legyen. Úgyhogy, hát, nem akkor valami frappáns elköszönés van a tarsolyodba? Nincs. Se, nem hiszem. Ne, hát, sziasztok. Jó, akkor sziasztok.